Köszöntöm a hatos csatorna nézőit, a Spílerek mai vendége Kaszás Gergő színművész. Bár az előbb, amikor az adás előtt beszélgettünk, akkor fölmerült az, hogy nem is biztos, hogy színművész lehet, hogy lótenyésztő szakmérnök. Hogy van ez? Hát úgy van ez, hogy én 1994-től 96-ig jártam Kaposvárra az Agráregyetemre lótenyésztést tanulni. Nem mondhatom, hogy szakmérnök vagyok, mert az államvizsgát nem tettem le, tehát nincs meg a diplomám, de 2 évet oda jártam, úgyhogy kitanultam ezt a szakmát, amennyire lehet mondani, és vannak is lovaim, és saját tenyésztésű lovaim is vannak. És akkor melyik a szerelem, a színház vagy a lovak? Mind a kettő. Vannak ilyen nagyon monogám alkatú emberek, és vannak olyanok, akiknek sok minden megfér a szívében, és bennem ez megfér együtt a kettő. De volt egy pillanat, amikor egy nagyon határozott döntést hoztál, ugye, amikor elmentél a Katona József Színházból egy adott pillanatban, és kvázi akkor a lovakat választottad. Ma már másként döntenél? Nem tudom. Tehát vezető színésze voltál a társulatnak, 8 vagy 9 darabban játszottál, és egyszer csak azt mondtad, hogy köszönöm szépen. Igen. Biztos nem ilyen egyszerű volt. Persze, nem volt ez olyan nagyon egyszerű. Nem tudom, hogy most hogy döntenék, az biztos, hogy magát az elintézési módot, ami 9-től fél 10-ig tartott, egy hétköznap délelőtt 9-től fél 10-ig lett. Történt meg ez a dolog, hogy én eljöttem onnan, azt valószínűleg nem így intézném. Nem tudom, hogy most hogy döntenék, az biztos, hogy a lelkem legmélyén sem bánom, hogy ez így megtörtént, a módját igen, mert nagyon sok izgalmas és érdekes dolog történt velem, ami nem biztos, hogy megtörtént, sőt, ezek biztos nem történtek volna meg, hogyha ott maradok a Katona József Színházban. Annak idején a mi osztályunkból 5-en szerződtünk oda, most egyikünk sincs a színházban, nem tagja a Katona József Színháznak. Talán én jöttem el legelőször. Nagyon jó dolgok történtek velem. Nem lett volna Bárka Színház, nem lett volna Németország fél évig, nem lett volna Eger. Szóval nagyon jó dolgok történtek azóta velem. De a lovaknak a szeretete az mit, tehát hogy mit jelent számodra a ló? Egyáltalán lovagolsz-e, vagy inkább csak az ügetőre tartasz lovakat? Tehát hogy ugye te valami ilyesmit csinálsz, nem? Így van, így van. Nekem ügetőversenylovaim vannak, én őket tenyésztem. Körülbelül 10 évvel ezelőtt, de szerintem már több is, volt egy lovas balesetem, összecsúszott 2 csigolyám. Ezért az életben normálisan tudok közlekedni, lóháton fél óra után nagyon-nagyon fáj a derekam, ezért nem is tudom mikor ültem, szerintem 2-3 éve ültem utoljára lovon viszonylag rövid időre. Amilyen lovaim nekem vannak, ők nem hátas lovak, tehát ő rájuk föl lehet ülni, de nem túl élvezetes. Ők ügető versenylovak, és én annak idején, amikor ezt az egészet elkezdtem, még nem született meg a döntés, hogy milyen része érdekel a lótenyésztésnek, és akkor elkezdtem kijárni az ügetőre, Újlaki Dini barátom vitt ki oda, és minden reggel mentem, és ott hajtogattam, meg ott néztem az embereket, hogy ki mit csinál, és azt láttam, hogy itt tulajdonképpen nem ember, de sportolók vannak, akik zabon, meg szénán, meg vízen élnek. És hát az embersportban már régóta köztudott, hogy mindenféle nem dopingszer, de mégiscsak olyan teljesítményfokozók, legális teljesítményfokozókkal élnek a sportolók, hogy a teljesítményt fokozzák. És ez nagyon elkezdett érdekelni, és egyfajta... Úgyhogy lehet ezt a lovakra adaptálni? Igen, hogy miért van az, hogy itt Magyarországon még mindig azt hiszik, hogy adunk neki egy kis szénát, egy kis zabot, aztán majd gyorsan fog futni. Nem, ő attól fog gyorsan futni, ha mindenféle elektrolitok, az izzadsággal távozó ásványanyagokat pótolni kell. És akkor erről tanultam is egyrészt, tehát lótenyésztésnek az egyik ága például a táplálkozás. És akkor azt mondtam magamban, hogy lehet, hogy ezt lehetne jobban csinálni, és akkor ilyen, tulajdonképpen ez egy ilyen furcsa alkotás, hogy vettem egy kancát, ő neki lett egy csikója, őt megpróbáltuk úgy fölnevelni Lóska Jancsi barátommal, amennyire csak itt Magyarországon lehet, amihez hozzá tudunk jutni, azt adjuk meg neki, és akkor ez az első csikó, ez nagyon jó lett a versenypályán, úgy tűnt, hogy ez beváltja a hozzáfűzött reményeket, és aztán... Tulajdonképpen ami kancát vettem, annak most az unokái futnak, és már Vemhes a legidősebb
kanca, ami még megvan nekem, tehát nem sokára, egy-két hónap múlva egy dédunoka is fog születni, ugyanabból a családból. És mire vagy a legbüszkébb a lovak kapcsán? Ó, hát ez egyértelmű, hogy ügető derbit nyert a lovam 2010-ben, a Naná nevű lovam. Ez elég nagy dolog. Tehát az Eszterházy gróf volt az első ügető derbi győztes tenyésztője, aztán nagyon sokáig a második világháború után nagyon sokáig állami ménesek voltak, és most is igazán nagy ménesekből jönnek a derbinyerők. Olyan, hogy egy kis tenyésztőnek egy lova az év legnagyobb versenyében első legyen, arra viszonylag kevés példa van. Ez egy eufórikus érzés volt. Tehát ott akkor tényleg azt se tudtam, hogy fiú vagyok, vagy lány, vagy ember, vagy ló, vagy kutya, vagy nem tudom. Ez nagyon, nagyon jó érzés volt. Mi van most ezzel a lóval, a Nanával? Ő most Vemhes. Ő a Vemhes. Ő Vemhes, aki derbit nyert. Igen, ráadásul Olaszországban álló amerikai mén, egy idős amerikai 24 éves aggastyán lett a férje neki, ott autón jött a szaporítóanyag, el kellett találni az időpontot, hogy most, mikor, és szerencsére vemhesült, és most április végén, május elején meg fog születni a csikó, az első csikó. A ló és az ember kapcsolat, ez egy nagyon másfajta, és nagyon, nyilván egy nagyon intim, de nagyon egymásra utalt, és nagyon kettős kapcsolat. A színház az egy sokkal nagyobb egység, tehát sokkal nagyobb közösség, nyilván persze, hogyha a két szereplős darabban dolgozik az ember, de mégis egy másfajta közösséget kell elképzelni a színházban. Mi az, ami még mindig izgat? Hát én rettentő kíváncsi ember vagyok. Ezt máskor is volt erről szó, és akkor most a közelmúlt az mindig erősebb, mint a régmúlt, és van egy egészen kivételesen klassz példa, Fodor Tamás, aki 73 éves talán, és hát egy hatalmas gyerek. És amikor játszunk együtt, elég sokat játszunk együtt a Szkéné Színházban, megtalálkozni, és mindig azt érzem, én most nem sokára 50 éves leszek, és azt gondolom, hogy igen, tehát nem csak elfáradt és közhelyeket puffogtató, a saját nagyságába beleszerető ember lehet valaki 73 évesen, hanem ilyen örök kíváncsi, örök gyerek, mint a Tamás. Aki pedig színházat vezetett, volt politikus is, tehát minden adott volt ahhoz, hogy úgy nagyon elkezdjen magába szeretni, és nagyon komolyan venni magát, és döbbenetes, ahogyan gyerek tudott maradni. Én szerintem ez a kulcsa, az valami, biztos genetika is, egy kicsit lehet ezt trenírozni, hogy az ember a kíváncsiságát ébren tartsa, de ez a kulcs szó, azt hiszem, a kíváncsiság. De mire vagy kíváncsi? A partnerekre, a szerepre, mire? Leginkább a másik emberre. Arra, hogyha ismeretlen rendezővel dolgozom, ő mit akar, miért úgy akarja, miért nem. Tehát nem gondolom azt, hogy én mindent tudok, sőt, hát nem is tudok én mindent. Ki az, aki ott szembe ül, ki az, aki rendez, ki az, aki mondja, hogy most mit, merre, hogyan csináljunk. És ha nem úgy gondolom, akkor jó, akkor vitassuk meg. Akkor biztos, hogy neked van igazad. Akkor, és ugyanígy a partnerre is, akivel dolgozom. Igen. Jó, de amikor ott vagy évekig egy társulatban, ugye mondjuk akár a Katonában, akár Egerben, ahol... Igen. Hány évet voltál? Egerbe 9 év. Igen. 9 évet ott voltál. Csizi, ő Csizmadia Tibor. Én szerintem, aki az EGRI igazgató volt, így van. Ő elég jól csinálta ezt, hogy szinte minden évben, én tulajdonképpen mindig azt gondoltam, hogy én nem, Pesten van lakásom, Pesten élnek a barátaim, édesanyám, hogy én pesti ember vagyok, meg itt érzem jól magam, és minden évben úgy voltam vele, hogy jó, a következő évet még itt eltöltöm, és aztán... De nem tudtam eljönni, mert mindig évről évre hívott valami olyan érdekes, vagy olyan érdekes helyzetet teremtett, valaki olyan érdekes embert hívott, színészeket. Ott szép lassan alakult ki ez a társulat, ott mindenféle rosszindulatú, igazgatóváltás környékén mindenféle rosszindulatú dumák voltak, hogy itt egyszerre ide csődített mennyi fiatal, ez nem így volt. Évenként, évről évre jöttek izgalmasabb emberek, színészek, rendezők, úgyhogy
Úgyhogy igen, ismertük egymást sokakkal, de mindig volt valami olyan, olyan érdekes, érdekes dolog, ami fölkeltette a kíváncsiságomat a rendezőkben is. Például Zsótér Sanyi csak az utolsó két vagy három évben jött, és akkor azt mondtam, hogy hát előtte is éppen el akartam jönni, és akkor mondtam Csizinek, hogy hát az most nem tudok elmenni, hát erre csak kíváncsi vagyok, hogy a Sanyi mit fog itt csinálni. De ha eljöttél volna, akkor hova mentél volna? Tehát választottad volna a szabadúszás, vagy voltak ajánlataid? Szabadúszás. Nem nagyon voltak ajánlataim. Most sincsenek igazán ajánlataim. De ezt lehet, hogy én akarom ilyen szépen látni a dolgokat. Tehát nem arról van szó szerintem, hogy nem kellek senkinek, hanem arról van szó, hogy a színházaknak jutó pénzekkel nagyon finoman gazdálkodnak az igazgatók, meg lehetőségekkel, és örülnek, hogyha a társulatuk meglévő tagjait el tudják látni feladatokkal. Fiatalokra, tehát frissen végzett főiskolásokra mindig szükség van, egy ilyen 50 év körüli színészből azért minden színházban van, és nem, én szerintem nem az a világ van most, amikor nagyon pezseg a kultúra, vagy a színházi kultúra. Hát azért nem panaszkodhatsz, mert végignéztem, hogy... Én nem is panaszként mondom. Igen, tehát hogy azért szabadúszóként is rengeteg helyre hívnak, mert szeptemberben volt egy bemutatód a Szkénében, a Rosenzweig és Guildenstern, most júniusban volt az Amadeus, októberben volt az Otello. A stúdiókában, és most is próbálsz a Rózsavölgyi Szalomba. De még visszakanyarodva, hogy amikor megszűnt ez az egri létezés, akkor az egy nagy fájdalom volt? Azt mondtad, hogy ez neked annyira szíven ütött, hogy nem is akarsz most tartozni sehova egy darabig. Így volt, és így volt a Bárka után is. A Bárka után dolgoztam a Víg Színházban, és akkor Martól László szerződést kínált, és akkor azt mondtam, hogy nem szeretnék leszerződni, mert a Bárka annyira fontos volt nekem, és az olyan nagyon úgy pukkant ki, ahogyan nem kellett volna. Egerben tudtuk, hogy Csizmadia Tibor nem fog újra pályázni, és amikor az igazgatóváltás megtörtént, az nem túl szépen történt, meg nem ildomos évad közben fölállítani az előző igazgatót. A Nemzeti Színházban is, bár ott elég nagy viták voltak, de Alföldi Róbert azt az évadot végigvitte. Ez így szokás. Már a színház ilyen hely, működés miatt. Igen. Ez Egerben nem így történt, nem volt túl szép a dolog. És igen, hát ez nagyon, nagyon fontos volt nekem, Eger. Nagyon, nagyon... De nem csak munkahelyem volt, hanem tényleg nagyon sokat beszéltünk Csizivel, nagyon, nagyon izgalmas dolgok történtek ott, nagyon klassz emberekkel ismerkedtem meg, nagyon jó szellemű színház, nem minden előadás volt remek, de jó szellemű színházat csináltunk, és igen, meg kell adni azt az időt, amíg az ember nem... Amikor kivászik egy ágyból, nem fekszik be rögtön a másik ágyba. Kicsit vár, aztán utána esetleg talán belefekszik de egy másik ágyba, de nem akartam leszerződni. Kaposvárra hívott Rátóti Zoli, és akkor meg tudtuk beszélni, hogy legyen ez inkább egy ilyen vendéghelyzet, hogy egy-két darabban évente leszek, és akkor ismerjük meg egymást, és akkor ez tulajdonképpen ilyen különösebb megbeszélés nélkül két év után ez úgy abba maradt. És ez most nincsen, de hát van elég munkám Pesten, igen. Elég sokat dolgozom. Szereted ezt a fajta létezést? Tehát ezt a fajta szabadságot? Igen, szeretem, és közben igaziból én nagyon szeretek társulathoz tartozni. Tehát nagyon szeretem a társulati létet. Nagyon szeretem azt, még nem sokkal ezelőtt kérdezted, hogy a kíváncsiságot hogy lehet megtartani, mert hogy az ember ugyanazokkal találkozik. Igen, van ez, hogy ismerjük egymást, de ennek van egy nagyon jó oldala is, hogy azokat az ismerkedési köröket nem kell lefutni, amik például most a Rózsavölgyi Szalomban egy viszonylag, vagy számomra rendezőként ismeretlen emberrel most keresgéljük egymást, hogy ő mit gondol, én milyen vagyok, ő néz engem, én figyelem, hogy ő mit akar. Ezek
amikor Máté Gábor mondjuk negyediket rendezte már Egerben, vagy Rále Radoszláv Milenkovics, vagy Zsótér Sanyi a harmadik, negyediket, akkor már tudta, hogy kik az emberek, tehát sokkal hatékonyabban lehet dolgozni, hogyha egy viszonylag egy nyelvet, egy színházi nyelvet beszélő társulat dolgozik együtt. Messzebb lehet jutni, ugyanolyan viszonylag rövid idő alatt messzebb el lehet jutni. De attól még lehet érvényes és jó előadást csinálni, úgyis, hogyha először találkozik, persze, egy csapat. Hát persze. Csak nyilván nagyobb energiákat. Mostanában sok ilyen van. Amikor először dolgoztam a Vádli társulatával, Szikszai Rémusszal, az is akkor tulajdonképpen, emberként ismertük egymást, de ott is ismerkedni kellett. És persze, nagyon jók ezek, nagyon izgalmasak. Működnek. Akkor most egyébként a Vádli jelenti számodra az úgymond társulati létezés? Mert hogy velük, tehát hogy velük azért most már mondhatni, hogy rendszeresen együtt dolgozol Rémusszal legalábbis. Igen, és fogok is, amikor a kis külföldi útjáról visszatér, akkor fogok vele, úgy tűnik, hogy fogunk még ennek az évadnak a végén elkezdünk még próbálni. Igen, azt gondolom, és ez nagyon megtisztelő, tehát hogy ő is lenyilatkozta párszor, meg ilyen levelekben szokta írkálni, hogy ő úgy tekinti, hogy én a Vádli tagja vagyok. A Vádli tulajdonképpen egy virtuális dolog, most nincs mögötte igazán semmi. Azt gondolom, hogy negyedik, ötödik éve csinál ő így Vádli néven színházat, azt gondolom, hogy most jutott el oda, hogy 5 év működés után talán már pályázni is fog tudni, tehát sokkal inkább ez valamiféle módon egy létező társulattá fog válni, nem tudom még, hogy van. Mondta, hogy amikor visszajön Tájföldről, akkor erről beszélgetnünk is kell elég sokat. Majd kedvelem őt is, meg azt a társaságot is, Fodor Tamásostól, Nagy Pál Gáborostól. Nagyon, nagyon, nagyon jó. De igaziból ez most még nem jelent semmit. Évente egyet dolgozunk együtt, de mindenki csinálja, éli a maga életét. Milyen előadásokat szeretsz te? Az, amelyik reflektál a valóságra, a jelenünkre, vagy az, amelyik picit távol tart, vagy azt szereted, ami nevettet és mulattat, tehát hogy mi az, ami igazán közel áll hozzád, miben szeretsz részt venni, vagy tulajdonképpen mindegy, csak jó legyen a szerep. Így van. Nem is a szerep. Jó legyen az alapanyag, jók legyenek az emberkék, akikkel találkozom a színpadon, tudjam kedvelni és megbízni abban, aki lent ül és az egészet megrendezi, lehessen vele vitatkozni, akár vérre menően is. Nem vagyok egy ilyen bábú színész, tehát hogy megmondják, hogy innen jöjjek be, és akkor én mindenre rákérdezek. Nagyon sokféle dolgot csinálok. Amikor Székely Csabákat csináltunk, Székely Csaba, ő egy marosvásárhelyi fiatal, hát nálam jó a fiatalabb, egy nagyon fiatal drámaíró, Bánya trilógiája, Bányavirág, Bányavakság, Bányavíz. Amikor ezeket csináltuk, akkor megdöbbentem, hogy ilyen fiatalon mennyire beletalált abba, hogy hogyan kell komoly dolgokról, akár nagyon tragikus dolgokról is humorral beszélni, és az nagyon közel állt hozzám. Ezeket nagyon szeretem. Nagyon szeretem, amikor szó van arról, ami minket körülvesz. Nem feltétlenül politikáról, mindenféléről, amit magunk. Különben igaziból ez a színház lényege, azt gondolom. Tehát úgy éldegélünk itt benne ebben a kis társadalomban, és akkor mindenféléket észreveszünk, és akkor fölmegyünk a színpadra, és másoknak ezt úgy megmutatjuk, hogy miket vettünk észre, és ezzel kérdéseket teszünk fel, és úgy megpróbáljuk úgy kinyitni, hogy igen, ilyen mindenféle kis problémákba beleturkálni. Válaszokat nem igen, azt a fajta színházat, amelyik egyértelmű választ ad, azt nem igazán szeretem, azt, amelyik nagyon sok kérdést tesz fel, azokat igen. Székely Csaba darabja egyébként fantasztikusak, és szerintem ő nagyon bátran. Tehát, hogy nem tudom, hogy például a magyarországi szerzők mernek-e ilyen bátran kérdezni, kérdéseket föltenni, mint ahogy a Székely Csaba az erdélyi magyarsággal igen, kapcsolatosan tesz fel kérdéseket. Egyébként a nézőknek ajánlom, hogy ez a trilógia, ez mai napig is megy, úgyhogy ha valaki nem látta, akkor mindenképpen nézze meg, mert a Gergő fantasztikus, bár nekem a Bányavakság volt a kedvencem, tehát abban csodálatos, amit
amit csinálsz. Az első Erzsébetben viszont díjat is nyertél, Medici Katalinnal. Az, hogyha egy nőt kell a színpadon, nem tudom, többször volt-e már azért, hogy nőt kellett volt játszani. Volt már. Hogy akkor mit csinál egy férfi színész? Megpróbál nő lenni külsődlegesen, vagy belsőjében próbál valamilyen nőiséget hordozni? Tehát hogyan lehet ezt jól csinálni? Én azt tanultam mindig. Nemzeti Színház stúdiójába jártam Bodnár Sándorhoz, utána Zsámbéki Gábor, Székely Gábor osztályába jártam a főiskolám, és nagyon nagy szerencsém volt, mert ők azt mondták, hogy ott mindenütt belüldől el. Hogyha én... És akkor ez valahogy így, nekem ez nagyon tetszett, hogy ezt mondták, és nagyon örültem, hogy ők így gondolják, és akkor ezt szívesen gondolom én is így. És igen, úgy van ez, hogy az ember... De ezt nagyon nehéz elmondani, hogy van igazán. Medici Katalin, van, próbálgatunk, ökörködünk, röhögünk egymáson, mindenféle, persze milyen hangokat is kipróbálok, hogy így beszélek, és egyszer csak elkezdem úgy érezni, hogy én most nő vagyok, és mondjuk a Nagy Pál Gáborral van egy jelenetem, amikor pénzt kell kérnem tőle, és akkor azt érzem, hogy biztos ez az is ott, mint a gyilkos is ott van bennem, biztos, meg a nagyon szörnyű ember, meg az uralkodó is ott van bennem valahol, és akkor egyszer csak megtalálom a nőt is. Elég érdekes pillanatok ezek. És akkor ilyenkor a próbák során, ilyenkor általában a röhögésbe fullad ez, mert elkezdek ránézni, és így pislogni, és azt mondom, hogy most adjon nekem kölcsön pénzt, és ezt nem csinálom, hanem bennem valaki csinálja, akit megtaláltam ott. De bent. Például egy ilyen esetben szerintem nagyon sokat segít a ruha. Az biztos, igen. Tehát az, hogy női ruhába bújsz, és akkor már el vagy egy picit. Így van. Plusz, amikor fölvettem a szőke parókát, az nagyon sokat. Ott néztem a tükörbe, és egyszer csak ott láttam egy más embert. De Egerben például volt a Mészáros Máté, akit nagyon kedveltem, ő most a Víg Színházban van. Én nagyon szerettem egy imádnivaló lusta dög. És üldögéltünk, csináltunk egy nagyon nehéz előadást, nagyon sok beszéd a Párna ember. És üldögéltünk egy-két nappal, sőt, három nappal a bemutató előtt, Székely Gábor lejött megnézni, mert egyik tanítványa rendezte, és nagyon izgultunk is, hogy mi lesz. És jelmez megvolt már, és mondtam a Máténak, hogy nincs-e kedve, itt nézegettük a hajat, hogy ilyen lesimított haja legyen, hogy ilyen, és mondtam, hogy szerintem le kéne vágni kopaszra, hogy ő emlékszik az Inke Lászlóra. Mondta, hogy fiatalabb annál, hogy nem annyira látta, de Kocseknek volt a magyar hangja, és ő is ilyen kopasz, hogy egy nyomozót játszott benne. És szerintem pénteki bemutató előtt kedden levágtak kopaszra a haját, és előtte úgy aggódtam, mert valahogy úgy nem került sínre az egész. Valahogy jól próbáltunk, jó volt, de valami hiányzott. És ült, levágta kopaszra a haját, ült a tükör előtt, és én tanúja voltam annak, amikor bejött már kopaszon, leült a tükör elé, és láttam, ahogy ő által, tehát meglátta saját magát, és egyszer csak megszületett az, hogy milyen egy ilyen kopasz, kerekfejű, izzadó tarkójú nyomozó, amelyik zsebkendővel törölget itt. És egy egészen remek lett benne az előadásban, és akkor ahhoz pont az a pici hiányzott, hogy az a kopasz fej, és az, hogy azzal megszülessen az a figura. Beszéljünk rólad. Jó. Hogy, ugye most de onnan indultunk, mert onnan a Medici Katalin a szőke paróka. Igen, tehát a külső paróka meg a ruha. Hogy ugye március 25-én lesz premiéred a Rózsavölgyi Szalonban. Egy egészen különleges előadásban veszel részt Bánfalvi Eszter és Ozsiáni Mihály a partnered. Dosztojevszki életéről született egy színdarab. Mi ez? Ez Örvény című színdarab, amit Szakonyi Károly írt, és eredetileg ez rádiójátéknak készült, úgy tudom, és meg is valósult, tehát lett ebből egy rádiójáték, és Sződi Szilárd színpadra alkalmazta, átírták Szakonyi Károllyel együtt, és tulajdonképpen van egy ilyen egyfelvonásos szenvedés történet. Dosztojevszki 40 és 50 között beleszerett egyik tanítványába, és ez nem egy konfliktusmentes szerelem. Erről szól tulajdonképpen az írás. De ez egy valós történet, tehát hogy valós igen, történelmi valóban, tényeken igen. Alapul a maga a sztori. Igen. Igen, és
miközben ő neki felesége van, és éppen válna, de nem igazán mer elválni, és meg is hal a felesége, és ezzel a diáklánnyal elmennek Párizsba, megpróbálnak együtt élni, de hát ez nagyon-nagyon sok konfliktust hordoz magában, és végül is aztán nem maradnak együtt. Úgy tudom, hogy igen, úgy tudom, hogy mind, tehát Szakonyi Károly mindent, az időpontokat is, és a létező, tehát hogy teljesen, hogy kell ezt mondani jól, hogy na. Tehát mindennek megvan a történelmi alapja, és tehát ez egy valóság, igen, valóságot. Azt mondta a Szakonyi Károly, hogy ebben a történetben, azon túl, hogy nyilván a Adalék Dosztojevszkij életéhez az izgatta, hogy egy idős férfi egy fiatal nővel, hogy erről mit gondol. Neked erről mi a véleményed? Te a saját életedben, tehát hogy ez az idős férfi fiatal nővel, erről te hogyan gondolkodsz? Nem tudom, ez kicsit furcsa. Én nagyon örültem, hogy itt azért 30 vagy 40 év a korkülönbség, legalábbis közöttük. Igen, bár furcsa ez, mert a darab, amikor játszódik, akkor Dosztojevszkij fiatalabb volt, mint én most, de mindez a 19. század közepén kicsit másképp nézett ki, tehát egy nagyon fáradt öreg ember benyomását keltette már 40 pár évesen is. Azért ott elég sok traktor átszaladt ő rajta. Úgyhogy elég dús élete volt. Nem tudom. Én nem tudom magamat öregnek látni, remélem majd a nézők fognak tudni öregnek látni, illetve leginkább a mentalitásbeli különb. Tehát az, hogy Bánfalvi Eszter azért jó pár évvel fiatalabb nálam, de nem annyival, mint amivel Apollinária Szuszlova, így hívják a leány, nem annyival fiatalabb. Nekem olyan hatalmas, vagy nagyon sok tapasztalatom ebben nincsen, leginkább azért, mert nem vagyok még olyan öreg, hogy ilyen ekkora korkülönbségek legyenek. Létező. A kiszolgáltatottság az van nagyon, nagyon, nagyon jól megfogva, amit írt Szakonyi, hogy amikor egy ilyen izgalmas nő, maga az élet elvesztése, az sokkal nagyobb téttel bír egy idősebb ember számára, mint ahogy 20 évesen most éppen beleszeretek ebbe, ja Istenem, de nagyon szerelmes vagyok. Tehát Dosztojevszkij nagyon, és ez nagyon jól megvan, körül van járva ez a gondolat, hogy a darabban, hogy ő nagyon, nagyon nehezen engedi el, nehezen, nagyon-nagyon-nagyon félti ezt az életet adó kapcsolatot, ami kettejük között kialakul, annak ellenére, hogy ez egy gyötrelmes, nagyon nehéz veszekedésekkel és mindenféle botrányokkal teli kapcsolat. Hát annyira, hogy ugye egy életen át megírta mindig a játékosba, és mindig belefoglalta ennek az asszonynak a személyét. Remélem, hogy sikerült a nézőknek felkelteni a figyelmét, és elmennek március 25-től a Rózsavölgyi Szalonban Szakonyi Károly Örvény című előadásra, amiben Kaszás Gergő látható, de Gergővel egyébként találkozhatnak Budapest különböző színházaiban, például a Szkénében és a Stúdiókában is. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.